Lelki egészség világnapjáról 1992 óta emlékeznek meg minden év október 10-én. A világnapot a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezte, az elmúlt években világszerte számos szervezet csatlakozott a megemlékezéshez. Erről is szó lesz a műsorban, előtte azonban nézzük, mivel foglalkozunk még. Köszöntöm Önöket! Lelki egészség világnapja, cél a figyelemfelkeltés, újra termel a Nyírmihályi konzervgyár, új technológia és jobb munkakörülmények. Magas infláció, elemzők szerint tovább nő az euróforint árfolyam. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért egy nemzetközi emberi jogi szervezet, amelynek feladata, hogy kivizsgálja és feltárja a pszichiátria területén az alapvető emberi jogok megsértését. A szervezet a mentális egészségügy rendszerében felelhető jogsértésekkel, a lelki egészség helyreállításáért felelős intézményekben történő visszaélések feltárásával foglalkozik. Vendég a stúdióban Dobos János, az alapítvány elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Lelki egészség, ez miért is fontos, illetve miért pont lelki egészség annak a neve, amivel önök foglalkoznak? Azt gondolom, hogy akár a testi egészségről beszélünk, akár a lelki egészségről, akár az egyén szintjén, akár a társadalom szintjén egyaránt fontos dolgokról van szó, és nem is kevés szó szokott esni, főleg ezen világnap kapcsán minden év októberében, amikor is az ezzel a területtel foglalkozók igyekeznek felhívni a figyelmet különböző ide vonatkozó információkra. Ugyanígy mi is, miután ezzel a területtel foglalkozunk, igaz emberjogi szempontból, de miután így ilyen területen működünk, gyakorlatilag elég komoly belelátásunk van abba, hogy ezen a területen mi történik, ezért bőven van mire felhívni a figyelmet. Ez esetben ugye, hogyha lelki egészségről beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy valaki mondjuk a boldogsághoz vezető utat keresi, hanem a pszichiátrián történő esetleges visszaélésekről. Ugye? Egészen konkrétan a mi alapítványunk azzal foglalkozik, hogy egy ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan embereknek, akik úgy érzik, hogy sérelem érte őket a pszichiátrián, valamilyen jogsértés vagy bántalmazás vagy stb. És az ő ügyüket igyekszünk mi jogi vonalon előre vinni, elérni, hogy erők valamilyen kompenzációt kapjanak, vagy egyáltalán a dolog egy igazságosabb pont felé mozduljon el. Gondolom akkor nem véletlenül léteznek, van munkájuk bőven az elmúlt 25 év alatt. Hát majd azt is megnézzük, hogy történt a fejlődés, de honnan indultak? Sajnos bőven van, a szervezet nemzetközileg 1969-ben alakult az Egyesült Államokban, tehát tavaly volt 50 éves a szervezet, és hát a 60-as években igazából a pszichiátriai kezeltek a társadalomnak egy eléggé elfeledett rétegét alkották. A pszichiátriákon akkoriban a falak mögött nem sok mindenki foglalkozott azzal, hogy velük mi történik. Ez hívta illetve ezt a nemzetközi szervezetet, amelyik kifejezetten annak szentelte a tevékenységét, hogy ezt a területet feltárja, kivizsgálja. És ennek lett egy magyarországi csoportja 1994-ben, az, amelynek én vagyok a vezetője, Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért néven. Az eltelt 25 évben több ezeren kerestek fel minket ilyen jellegű problémákkal. Nagyon-nagyon sok ügyet dokumentáltunk és vittünk az igazságszolgáltatás elé. A kezdeti időkben nehezebben, aztán egyre könnyebben. Na hát akkor nézzük a problémákat. Hát, hogyha a pszichiátriáról vagy elmegyógyintézetről beszélünk, ezeket a filmek is megörökítették, hogy valakit például úgy tartanak egy elmegyógyintézetben, hogy akarata ellenére. Erről van szó főként? Ez talán az egyik leggyakoribb probléma, amivel találkozunk, hogy kényszerrel visznek be valakit a pszichiátriára. Vannak, akik azt mondják, hogy ma már ilyen nincsen, de ha ez így lenne, akkor nem rendelkezne erről a jelenleg hatályos egészségügyi törvény is, már pedig rendelkezik, tehát van ilyen, és saját adataink szerint, illetve a jelenleg hatályos egészségügyi törvény szabályozza azt, hogy hogyan történjen ez a kényszerbeszállítás, tehát nem egy nem létező dologról van szó. Az elmúlt 25 évben rengeteg ilyen esettel foglalkoztunk, nagyon sokat göngyölítettünk fel, és a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy még manapság is, bár erről nehéz pontos adatot szerezni, mert nem nagyon van, de azt mutatják, hogy manapság is ilyen 10 000-es nagyságrendben történik évente ilyen kényszerbeszállítás, tehát ilyen 10 000 körül vagy a fölött van azoknak a száma, akiket bevisznek kényszerrel a pszichiátriára minden egyes évben. Ez durván hangzik, de ezt mutatják a statisztikák. Az hogy történhet meg? Ugye maga a törvényi szabályozás az arról rendelkezik, hogyha valaki ön vagy közveszélyes, méghozzá súlyosan, akkor lehet bevinni, és valójában ez az egyetlen indok arra, hogy valakit be lehessen szállítani a pszichiátriára. Ehhez képest számos olyan ügyön dolgoztunk, amikor elég volt egy rossz szakaró, hogy valaki egy pszichiátriai beutalóval bekerüljön. Mondok egy példát. Volt egy fogorvos hölgy, aki a gazdag vállalkozó fél éve nagy budai házban laktak egy gyermekkel, volt egy kisgyermekük, a férj összeszűrte a levet a babysitterrel, a feleség nem kívánatossá vált, a férjnek volt olyan ismerettsége, mivel be tudta vitetni a feleségét a pszichiátriára, bevitték, ott 2-3 hétig gyógyszerezték,
Onnantól kezdve ő már hátránnyal indult a gyermekelhelyezésben, a vagyonmegosztásban, az egész vállóperes procedúrában, és 2 vagy 3 évünkbe telt, mire sikerült azt kijárni ennél a hölgynél, hogy igazságosan záruljon az egész, és megosszák a vagyon, hogy hozzákerüljön a gyerek, és stb. Egyébként egyedül elveszett volna ebben. Hát döbbenet. Igen. Akkor, hogyha valaki kárt akar okozni, másnak megteheti, de ne ezt hozzuk ki ebből, hanem azt, hogy ott vannak önök, és tudnak segíteni. Mennyire eredményesen? Mennyire gyakran kérik fel önöket egyáltalán? Megkeresések folyamatosan érkeznek. Ezeket nekünk persze meg kell szűrnünk, hiszen nem csupán arról van szó, hogy van, amikor olyasmivel keresnek meg minket, ami nem hozzánk tartozik, hanem néha olyan ügyek is vannak, amit nagyon-nagyon nehéz, vagy nem is lehet igazán jól megfogni. Meg kell vizsgálnunk, hogyan fogható meg jogilag az ügy. Az első években, amikor elkezdtük ezt a munkát csinálni, akkor nagyon kemény falakba ütköztünk, és az volt a tapasztalatunk, hogy önmagában az elképzelés, hogy valaki egy hivatalos panaszt adjon be egy pszichiáterrel kapcsolatban, vagy egy pszichiátriai intézménnyel kapcsolatban, ez teljesen nonsensnek számított akkoriban. Ennek nem nagyon volt precedense, és elég komoly falakat kellett elkezdenünk lebontani ahhoz, hogy végül elkezdjék ezeket a jogsértéseket komolyan venni, és mostanra már egy elég komoly rutinra tettünk szert, és elég komoly gyakorlatot alakítottunk ki abban, hogy hogyan lehet ezeket az ügyeket végigvinni, így most már rendszeresen történnek ilyen elmarasztalások és hát igazságszolgáltatási akciók, tehát most már azt kell, hogy mondjam, hogy elég sikeresen működik ez. És akkor az elmondható, hogy az elmúlt 25 év alatt tanult ebből a rendszer? Vagy még egyelőre azért nem, illetve a törvényalkotás? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, és az egyik dolog, ami engem büszkévé tesz a saját munkánkkal kapcsolatban, az talán az, hogy érzékelem azt a társadalmi változást, amit ez a munka ez alatt az idő alatt kiváltott. Mert látom azt, hogy hogyan változnak a gondolkodásmódok a társadalomban is, és elég komoly felvilágosító munkát fejtettünk mi ki az elmúlt 25 évben ezen a területen. Látom azt, hogy hogyan változik a véleményformálói szinten is az elgondolás ezzel kapcsolatban. Tehát azt gondolom, igenis van változás, és ez örömteli. Mondjon még példákat a jogsértésre, hiszen egyetlen egy ilyen kardinális esetet említettünk, de még milyen problémák fordulhatnak elő? Volt például egy fiatal férfi, aki azért került be a pszichiátriára, mert drogokat fogyasztott, és az édesanyja vitette be azért, hogy segítsenek neki leszokni ezekről a kábítószerekről. Leszoktatták, de helyette átszoktatták az orvosi kábítószerekre, hogy így mondjam, hiszen olyan gyógyszerekre tették rá, amik ugyanúgy függőséget okoznak, és valójában nem oldották meg az ő drogfüggőségét. Ez így ment éveken keresztül, újra és újra bekerült a pszichiátriára, az állapota egyre inkább romlott. Egy alkalommal éppen benn volt a kórházban, amikor egy szeretett hozzátartozója meghalt. Ettől annyira apatikus lett a viselkedése, hogy a pszichiátra úgy döntött, hogy elektrosokkolni kell. Elő is írták neki, és a fiú kapott 10 vagy 12 elektrosokkot. Ez után a viselkedése annyira kiszámíthatatlan és agresszívé vált, hogy le kellett kötözni őt az ágyához. És amikor az édesanyja felvette velünk a kapcsolatot, hogy segítsünk, akkor a fiú már másfél éve volt az ágyához kötözve. Elkezdtünk harcolni a fiú jogaiért, nagyon csúnyán tönkre volt már téve ezekkel a gyógyszerekkel is, amiket beadtak neki. Végül sikerült hosszas hadakozás után elérni, hogy először kitették az árt osztályról, majd onnan kiengedték a pszichiátriáról. Sajnos nem tartott az édesanyja öröme túl sokáig, mert 3 hónappal később a fiú szíve megállt és meghalt. Annyira tönkre volt már menve az egész szív- és érrendszere, hogy egyik pillanatra a másikra elhunyt. Ha jól tudom, akkor a gyerekek kezelésénél is lehetnek problémák, hogy félrekezelnek gyerekeket olyan funkciókkal, amelyekre nem is kellene, hogy gyógyszeresen kezeljék őket, de mégis kezelik, ugye? Ez egy speciális területe annak, igen, annak, amivel mi foglalkozunk, hiszen a gyerekek az egy teljesen külön szegmense, és amivel elsősorban mi foglalkozunk az, hogy manapság egyre több gyermekkori problémát neveznek pszichiátriai rendellenességnek. Ha nem tud tanulni, ha viselkedési problémája van, akkor hiperaktív, akkor figyelemzavaros és ilyen olyan. És ezek ma már pszichiátriai címkék, amik nagyon könnyen ahhoz vezetnek, hogy a gyermeknek pszichiátriai szereket írnak fel. Ezeknek pedig az a hátulütője, hogy azon túl nagyon kemény mellékhatásokat okozhatnak, gyakorlatilag drogfüggővé tehetik a gyereket, és ráadásul meg sem oldják azt a problémát, ami miatt a gyermeknek eredetileg van tanulási vagy viselkedési problémája. Sajnos ez egy terjedő tendencia, és ezért nagyon fontosnak tartjuk a felvilágosítás, mint elsődleges lépést, hogy a szülők, a pedagógusok tisztában legyenek azzal, hogy mit lehet tenni, és mit kellene tenni annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy egy drogfüggő generáció nőjön fel, csupán csak azért, mert ez a fajta címkézés
divattá válik az iskolákban. Azért nyugtasson meg, a pszichiátrián történnek olyan dolgok is, amelyek jogosan. Tehát, hogy nem azért történt ez a beszélgetés, hogy elriasszuk, és hogy ugye a pszichiátria gyakorlatilag a fekete folt, hanem azért vannak olyan dolgok is, amelyek segítik az embereket. Sok olyan emberrel találkoztam már a mentális egészségügyben, aki igazán jó szándékkal volt ott, és segítő szándékkal, és sokukkal kapcsolatban vagyunk a mai napig. És kétségtelen tény, hogy nagyon nagy szükség van a társadalomban egy jól működő mentális egészségügyi rendszerre. Ez nem kérdés, erre szükség van. A probléma az, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy általánosan leszűrhető tapasztalata az elmúlt 2,5 évtized munkájából, hogy sajnos az a tapasztalatunk, hogy azok a kezelések, amiket manapság alkalmaznak a pszichiátriákon, ami elsősorban vagy 90%-ban gyógyszeres kezelésből áll, ezek valójában nem alkalmasak arra, hogy az emberek szellemi, lelki egészségét helyreállítsák, vagy a lelki egyensúlyukat helyre billentsék. Ezek inkább arra alkalmasak, hogy kémiailag elfedjék a kellemetlen mentális tüneteket. Ez valójában nem gyógyítása a szó orvos értelmében. Ez sajnos egy általános probléma. És akkor van alternatívájuk is a gyógyszeres kezelés helyett? Azon túl, hogy ez kívül esik az alapítványunknak a tevékenységi körén, hiszen mi emberjogi szervezet vagyunk, számos olyan példáról tudunk a világban, ahol igenis gyógyszerezés nélkül, kényszerítés nélkül, erőszak nélkül kezeltek embereket nagyon-nagyon jó eredményekkel. Ezeket a modelleket át lehetne venni, be lehetne tenni, igazából ez sokkal inkább szándék, mint pénz kérdése. Mi határozottan dolgozunk azon, hogy ebbe az irányba elvigyük ezt, mert azt gondolom, hogy sokkal inkább szolgálná azt a társadalmi igényt, amit azzal kapcsolatban támasztanak az emberek, hogy nyújtsunk segítséget azoknak az embereknek, akik ténylegesen mentálisan nincsenek jó állapotban. Önök egy nemzetközi alapítvány, úgyhogy akkor van nemzetközi kitekintésük is. Magyarország ebben a rangsorban, ha egyáltalán lehet rangsort állítani, hol áll? Milyen tekintetben? Hát akkor a jogsértések számát tekintve. Azért nehéz összehasonlítani, mert általában országonként más-más a specialitása, mondhatom így, a mások a problémák. Vannak országok, ahol a túlgyógyszerezés a probléma, ha van, ahol a kényszerbeszállítás, tehát változó. Én azt mondanám, hogy Magyarországon nem olyan rossz a helyzet, mint némely nyugat-európai országban vagy az Egyesült Államokban, ami elsősorban talán abból adódik, hogy nyugatra tőlünk sokkal intenzívebb az a fajta lobby tevékenység, ami arra fele viszi a dolgokat, hogy gyógyszerezzük az embereket, hogyha mentális problémája van. Ettől függetlenül nálunk is van probléma, tehát szó nincs arra, hogy ne lenne még munka, bőven van még munka, amit tenni kell, dolgozunk rajta. Na akkor a munka, még egy utolsó kérdés, hogy hogyan lehet önöket elérni, hogyha valakinek ilyen problémája adódik? Ha úgy érzi, hogy valaki, hogy sérelmet szenvedett a pszichiátrián, visszaéltek a jogaival, akkor el lehet minket érni többféle elérhetőségen, és talán a legegyszerűbb, ha elmondom a weboldalunk címét, amin az összes elérhetőség fent van, sőt, ott lehet találni bejelentő lapot is ilyen jogsértésre, és ennek pedig a címe www.emberijogok.hu. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm a meghívást. 5 évnyi kihagyás követően idén nyáron indult újra a termelés a nyírmihályi konzervgyárban. Azóta több mint 4 millió befőttes üveg gördült le a gyártószalagról. Az új üzemeltető jelenleg mintegy 40-50 embernek ad munkát a térségben, termékei pedig nagyobb konzervipari szereplőkön keresztül jutnak el a boltok polcaira. A tervek között szerepel egy hűtőkamra megépítése és a gyártás további bővítése. Paprikát tartósítanak épp a nyírmihályi konzervüzemben. Az átválogatást követően előbb megmossák a zöldséget, ami ezt követően befőttes üvegbe kerül, végül lapkával a tetején jut el a gyártósor végére. Itt pedig már raklapon a kész paprika konzerv. Az üzem 5 éve bezárt, majd tavaly decemberben vásárolta meg mintegy 300 millió forintos magántőkéből az Universal SKS Kft. Az évek során leromlott infrastruktúrát idén június végére korszerűsítették, ekkor indult el újra a termelés. Ez egy nagyon leromlott műszaki kondícióban volt ez az ingatlan sor. 6. 25-én sikerült beindítani, napjainkra megközelíti a 4-4,5 millió egységnek a legyártását. Ez a kialakult helyzet, ami itt a pandémiában kialakult, ez minket megerősített abban, hogy még nagyobb szükség van a munkahelyek teremtésére. Jól mutatja, hogy igenis van létjogosultsága a kisebb üzemeknek is ezen a vidéken. Jelen pillanatban az üzemünk az bérgyártással foglalkozik. Bérben gyártunk itt a magyarországi piacon meghatározó cégnek. Nem gyártunk saját jogon, tervek közt szerepel. Jelen pillanatban a anyagi lehetőségeinket lekötötte az ingatlannak a
felújítása, olyan állapotban való hozatala, hogy ezt a élelmiszergyártó technológiát tudja befogadni. Csemege uborka, paprikafélék, itt a savanyútól, a feferóni, ami nem annyira savanyú, alma kompótok, szilva, megy. A technológiai sor, amit beépítettünk, az alkalmas sokféle gyümölcs, akár csonthéjas vagy nem csonthéjas gyümölcsöknek a, ha úgy tetszik, a hőkezelésére. Egy foglalkoztatás bővítő beruházásról van szó. Mennyi ember tudnak foglalkoztatni, és terve van esetleg a dolgozók számának további bővítése? Jelen pillanatban 40-50 fő foglalkoztatása folyik a vállalatnál. A későbbiekben tervezzük további beruházások, 2-300 négyzetméteres hűtő kamra kialakítását is, csomagolóvonal vásárlását, tehát igen, tervezzük a kérdésére, igen, tervezzük további 20-25 fő foglalkoztatását. Az üzemben a Nyír Mihály diak mellett a térség más településein élők dolgoznak. A választókerület országgyűlési képviselője a gyár múlt heti bejárásán azt hangsúlyozta, nagy szükség van a helyi munkáltatókra. Vannak olyan munkavállalók, akik zokon veszik azt, ha Nyírbátorba be kell menni dolgozni. Nyírbátor ugye egy 20-25 kilométerre lévő település, és hallottam Nyírmihályi vonatkozásában még olyat is, hogy bizonyos munkavállalók a szomszédos Nyírgelsére is nehezen mozdulnak. De így van ez minden településen különben. Inkább egy kicsit másabb bérezést választ a munkavállaló, csak helyben legyen. Ugye ezt mondanom sem kell, hogy ez azért is van, hogy a gyereket ugye időbe tudja az óvodába vinni, az otthon lévő nagyszülővel tudjon foglalkozni. Tehát családja válogatja ezt, hogy ki mit tart fontosnak, és ezért is örülök annak, hogy itt Nyírmihályban újraindult 5 év után a konzervüzem, és ilyen formán lehetőséget teremtettünk a vállalkozók segítségével, akik magántőkét hoztak ide az üzemben, mintegy 300 millió forintot. Tehát lehetőséget teremtettünk arra, hogy a helybéliek itt dolgozhassanak a Nyírmihályi konzervüzemben. A járvány elég sok munkahelyet tett tönkre, vagy vett el az emberektől. Most ebben az időszakban különösen fontosak ezek a foglalkoztatás bővítő beruházások, mint amilyen ez is. Így van. A kormány megfogalmazta azt, jeles miniszterelnök úr, hogy amennyi munkahelyet a járvány elvett tőlünk, annyit pótolunk. Ez a folyamat a választókerületben is folyik. Hála Istennek a szintet tudjuk tartani. Ez is egy olyan üzem, amely a vírus időszakában jött létre, tehát én úgy látom, hogy érvényes nálunk is az, hogy amennyi munkahely megszűnt a vírus kártétele okán, annyit tudunk, sőt mi több, ha mérleget nézzük, még egy kicsit többet teremteni közös erővel. A gyárban egyébként a paprikafélék mellett csemegeuborkát, almát, szilvát, meggyet is tartósítanak. Az üzem műszakvezetője már az előző gyártási időszakban is itt dolgozott. Én nagyon örülök neki, hogy beindult, reméljük, hogy hosszadalmas lesz. Jó lenne, hogyha télen is ugye munka lenne, mert nagyon sok embernek ez munka ad. Úgyhogy és a megélhetőség ugye az nagyon nézik Nyírmihályban. Ön helyből jár be ide dolgozni? Igen, igen. Nem Nyírmihályi születése vagyok, úgy kerültem ide, de igen, Nyírmihályiból. Nyilván van összehasonlítási alapja, hiszen már a korábbi üzemeltetés alatt is dolgozott itt. Most itt ebben a 4 hónapban, mióta újraindult a termelés, mi változott, mi úgy út meg, mennyivel lett fejlettebb a technológia, amivel dolgoznak, vagy ugyanazokat a gépeket használják? Nem, a gépek azok másak, tehát minden gép az más. Technológiára is, tehát a Nikó, ugye mink annó idején Nikót nem használtunk, tehát nekünk nem volt. Ez is egy újdonság most az én számomra, tehát én ugye nem ismertem ezt a Nikót, hogy az hogy működik.
tehát sokkal több minden van, meg jobb viszonyok. Műszakvezetőként egyébként mi a feladata, mi a napi szintű feladata, mit kell csinálnia? Hát a napi szint ugye az emberek beállítása, és ugye, hogy rendesen menjen a termelés, jó minőség menjen ki a kezünkből, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy tehát olyan áru menjen az üvegbe bele, nyers áru, amit ugye mink is elfogyasztunk. Tehát amit mind nem ennénk meg, akkor azt egyértelmű, hogy nem adjuk ki a másnak se, tehát ne kerüljön az üvegbe vele. A tervek között szerepel a 100 fok feletti gyártás bevezetése is a Nyírmiájdi konzervüzemben. A statisztikai hivatal kimutatása szerint Kelet-Közép-Európában eleve magas az infláció. Az elemzők úgy vélik, az idei évben egészen 375-ig emelkedik majd az euróforint árfolyam. Ennek oka, hogy a forint továbbra is sérülékeny és erősen kitett a bizonytalan piaci hangulatnak, a romló járványhelyzetnek, valamint az esetleges gazdasági károknak. Fontos, hogy a jelenlegi időszakban arra törekedjünk, hogy helyes pénzügyi döntéseket hozzunk. Az elmúlt 20 évben a forint az értékének a 60%-át vesztette el. A pénzügyi tudatosság a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon fontos az emberek számára, hiszen felkészült döntésekkel még infláció környezetében is képesek leszünk megóvni megtakarításainkat. Nagyon sok emberben, akinek van kisebb-nagyobb összege, és csak ott van a bankszámláján. Ma állampapírba, ha teszi az ember a pénzét, akár közel 5%-ot is kaphat évente kamatot. Ami azt jelenti, hogyha 10 millió forintot egy évig csak a számlán parkoltatok, az 500 ezer forint veszteséget okoz nekem évente. Nagyon sok ember elmegy ebbe meg abba az áruházba, mert éppen akciós a hipó, és meskorol rajta 30 forintot, amiből elhasznál évente 4 flakonnal, miközben a pénzével nem törődik, több százezer vagy gyakran több millió forintot csak úgy ott a bankszámláján parkoltat. Tehát nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mennyit spórolunk egy akciós hipón, meg mennyit vesztünk azon, hogy a pénzünkkel nem törődünk. Ezért valóban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a pénzre. A forint leértékelődése nagyon komolyan leértékelődött a forint az elmúlt 3-4 év, gyakorlatilag megállás nélkül, és ez látszik az inflációban. Közel 5% a infláció Magyarországon. Most attól függ, hogy a maginflációt nézem, vagy a fogyasztói árindexet, és ez leginkább azért van, mert gyenge a forint. A legegyszerűbb módja annak, hogy most az ember a pénzét befektesse kamatra biztonságban, az a magyar állampapír, azon belül is van az állampapír plusz, illetve az infláció követő prémium magyar állampapír. El kell menni egy magyar államkincstárba, ez minden megyeszékhelyen, meg nagyobb városban van. Ott kell ingyenes számlát nyitni, és a két papír közül kell venni valamelyiket. Amire figyelni kell, hogy az állampapír plusz az, ha 5 évig bent tartom, akkor évi 4,95%-ot kamatozik, viszont nem követi az inflációt. Az prémium állampapír pedig attól függ, hogy 3 vagy 5 évest veszek, az infláció fölött ad egy prémiumot, innen kapta a nevét, jelenleg 4,8% a kamata. Az állampapír pluszt, ha vissza akarom váltani, mert beraktam 5 millió forintot és kell 200 ezer forint belőle, akkor az összes kamatot megkapom az utolsó hónapig, de 0,25%-ot levonnak idő előtti visszaváltásért. Ez azt jelenti, hogy 4 hét után már több pénzt kapok vissza, mint amit befizettem. A prémium állampapírnál ez a visszaváltási, hívjuk büntetésnek, az 2%, ami azért elég komoly összeg. Tehát az az összeg, ami kellhet a következő 2 évben, inkább állampapír pluszba tegyük, ami pedig hosszabb távon nem akarunk hozzányúlni, azt pedig prémium magyar állampapírba is tehetjük. Pénzügyi szabadságról nehezen beszélhetünk, hogyha az ember hitelszerződést kötött és havonta lebeg a feje fölött a törlesztő részlet esedékes befizetése. Csernok Miklós pénzügyi szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a fizetési kötelezettségeink stabilizálása és kiszámíthatóvá tételére is lehetőségünk van, ha a kamatok fixálását kezdeményezzük. A fix hiteltörlesztések esetében a reálértéken történő törlesztés hosszú távon nekünk kedvez, hiszen maga a hitel összege fog inflálódni, nem a saját befizetéseink összege. Mindenképp érdemes élni vele,
Ezt sokan nem tudják, ezért van az, hogy még a hiteleknek a fele nem fixált. Tehát sokan nem tudják, hogy most úgy néz ki a nem fixált hitelek kamata, hogy van egy banktól független változó, a magyar állampapírok kamata, 5 éves állampapír kamata, vagy az alapkamat, vagy a leggyakoribb a bankközi, az úgynevezett bubor kamat, és ahhoz jön egy felár, és annyit fizetünk a hitelünkre kamatot. Csak hogyha ez a valami megváltozik, és mostanában csak nőni tud, mert már szinte a nullán van minden, az azt jelenti, hogy amennyivel nő mondjuk a bubor, a bankközi alapkamat, annyival fog nőni a hitelünk kamata, és így a hitelünk törlesztője is. 10 évig fix hiteleket, most attól függ, hogy ki mennyit keres, tehát több mindentől függ, hogy milyen kamatot kap, de ilyen 4% körül már be lehet 10 évre fixálni a hitelünket, és akkor nyugodtan aludhatunk, hogy 10 évig biztos, hogy ugyanannyit kell fizetnünk minden hónapban. Az államháztartás deficitje magas, a pénzügyminisztérium mégis bizakodó a jövővel kapcsolatban. 2021-re gazdasági fordulatot ígér a miniszter, de a gazdasági intézkedéseket erősen befolyásolja a koronavírus terjedésének második hulláma. Különböző elemzők a mostani 365 euró árfolyam körüli értéket 2021 első negyedévére 345 euróra satszolják. Igen ám, de hát itt még sok minden nem derül ki. Nem derül ki, hogy a vírus még milyen további intézkedéseket, milyen negatív intézkedéseket hoz a gazdaságra. Az idén áprilisban ugye arról volt szó, mindenki azt várta, hogy majd nyáron, meleg időben a vírus terjedése nem lesz olyan mértékű, és a gazdaság újra beindul. Hát nem ez történt. Az, hogy most a második lépcső, vagy lesz-e harmadik lépcső, ezt nem lehet tudni. Tehát jelzések, gondolatok lehetnek a miniszter részéről, bár ne kell mondani, hogy Varga Mihály nagyon reálisan látja a helyzetet, és nagyon korrekt módon értékelte a magyar gazdaságot. Akkor is, amikor a jegybank elnöke egy kicsit túlzottan értékelte, ismerte fel a magyar gazdaság helyzetét. Amikor 3-4%-os gazdasági növekedésről beszélt a jegybank elnöke, délután, még aznap délután Varga Mihály megjegyezte, hogy ez a 3-4% ez lehetséges, csak nem pluszban, hanem minuszban. Tehát 2021-re sokan azt várják, hogy lesz védőoltás, tehát elmúlik ez a vírus helyzet, de hát ez sem olyan egyszerű. Épp a tegnapi nap nyilatkoztak orvosok, hogy ha még meg lesz a vakcina, akkor is ez jövő májusra körül kerülhet úgymond bevetésre, és az sem egyértelmű, hogy kik kaphatják majd ezt a védőoltást. Tudatos pénzügyi döntések meghozatalához elengedhetetlen ismernünk az adott gazdasági közeget. Gerhes Miklós közgazdász tanár az infláció mértékének visszaszorítását a gazdaság újraindításában látja. Stabil ismeretekkel könnyebben felkészülhetünk a váratlan pénzügyi helyzetekre is. Az infláció csökkentésének az a legelemibb eszköze, hogyha a gazdaság termel. Ha van export alapunk, hogyha a valutánk iránti kereslet a devizapiacon beindul, erősödik. Ehhez megfelelő exportáru alapra, termelésre van szükség. És Magyarországon nagyon nehéz lesz ezt beindítani, mert az a szektor, amely megfelelő export alapot készít és termel, az nagyban függ a német gazdaságtól, hiszen az export alapunk döntő részét az autóipar adja. Az Audi, a Mercedes és amikor a német ipar beindul, és ez a szektor, akkor nálunk is megkezdődik a fellendülés. Megkezdődik az export áruvalap jelentősebb exportja, ez az, ami nagy mértékben csökkentheti az inflációt. És persze még vannak más összetevők is, például a turizmus, amely egy nagyon fontos konvertibilis valutát és devizát előállító szektor, amely teljesen padlón van. Ebben a szektorban 180 ezer ember dolgozik, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez a termelési szektorunk, ez szinte teljes mértékben leállt. Tehát ezeken a területeken kell fellendülés, termelésnek be kell indulni. És még egy nagyon fontos rész a kis-középvállalatoknak a helyzete és szerepe.
Magyarországon közel 700 ezer kisközépvállalat van. A magyar vállalatok 99%-a kisközépvállalat. Mikrovállalkozás, kisközépvállalkozás. Ezek nagyon-nagyon hátrányos helyzetbe kerültek ebben a szituációban. Nagy részük éppen azért, mert kapcsolódik ezekhez a nagy vállalatokhoz, amely export alapot termel. Tehát ezeknek a fennmaradása, fenntartása is nagyon fontos. Nos, ha ezek a szektorok beindulnak és működik, akkor mindenképpen jelentősen javulni fog az inflációs helyzet, jelentősen javulni fog a magyar deviza árfolyama is. Mivel az államháztartásnak jelenleg deficitje van és jelentős, újabban már vettünk fel hiteleket, és az Európai Unió ennek a válságnak a kezelésére 750 milliárd eurót félretett. Tehát ennek a nehéz helyzetnek a kezelésében óriási szerepet vállal az Európai Unió. De ezeknek a támogatásoknak és a felvett hiteleknek a visszafizetése, hát ez bizony nem csak gyermekeinkre, hanem még unokáinkra is várhat. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb szerdán jelentkezünk friss adással. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!